A Duna vízállása miatt elmaradt ugyan a szokásos madocsei bicikli túra és szalonnasütés, de a gyerekek így sem unatkoznak az egy hét alatt, miután a sport mellett marad idő strandolásra és kirándulásra is. A délelőtt folyamán általában judói a főszerep, aztán jó idő esetén, mint például a mai is, az ebédet követően föl fogunk tekerni a biciklivel a strandra, ilyen nagy karavánban lehet bennünket látni a városban, egy olyan 70-80 fő, és délután az a strandolásé, de hát az is aktív, pihenő, illetve az is aktív mozgás, mert ugye a gyerekek ott is elfáradnak, de van olyan, hogy egésznapos biciklitúra, sütögetés, horgászgatás, pizzaevés, fagyizás, szóval elég színes a program. A több mint 70 iskolással két teremben három edző foglalkozik délelőtt. Idlazsálásról szó sem lehet. Igaz, az látszik, hogy a gyerekek élvezik az izzasztó edzéseket, és lelkesen hajtják végre a különböző technikákat. Gyúdózok, heti négy edzésem van, de néha reggelre is megyek, reggeli edzésre is megyek. Mi az, ami leginkább tetszik egy ilyen táborban? Hát, hogy együtt van a csapat, hogy azért tanulunk is valamit, és még jól is érezzük magunkat. Holnap is lesz egy nagyon jó program? Igen, holnap elvileg a horgásztavakra megyünk, és húst sütünk, meg ilyenek. Te egy picit kisebb vagy, de látom, hogy nagyon erős, figyeltelek a szőnyegen. Neked mi az, ami leginkább tetszik ebben a táborban? Hát én szeretem azt, hogy minden nap, mikor jó idő van, kimegyünk délután a strandra. Hát, ahogy Erita is mondta, hogy együtt van a csapat, és hogy mi már régebben is voltunk, és mindig együtt szoktunk játszani, és én ezt nagyon szeretem. A Cselgár szakosztály a nyár folyamán szervez még tábort, valamint készülnek a hagyományos junior atomkupára, mint házigazdák. De fókuszban a riói olimpia szerepel, a hárompaksi versenyzővel, Bor Barnával, Círjanis Miklossal és Csoknyai Lászlóval a fedélzeten. Lesz kinek szurkolni.